Az ötvös emlékév keretében került megrendezésre a térségbeli általános iskolák számára meghirdetett Ki mit tud. A program szervezői a kiírás szerint 7 kategóriában várták a produkciókat, amiből végül 5 kategóriát tudtak elindítani a január 18-ai művelődésházbéli vetélkedőn. A népes mezőny résztvevői elsőként klasszikus és modern színpadi tánc kategóriában mutatták meg tudásukat. A 4 tagú Szabó Ajda, Takács Katalin, Fábián és Susán Szilvia és Banádi Edmond alkott a zsűrinek, nem volt könnyű dolga a győztes kiválasztásánál, hiszen 11 tánccsoportot kellett értékelniük. Végül a Dunajvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza egysége lett az első a Baj van a részek tengerésszel csoporttáncával. Minden kategóriában az első 3 helyezettet díjazták, de voltak külön díjasok is. Hangszeres zenében Pap László, Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola növendéke, míg az énekeseknél Simon Kitti, a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója vehették át a győzteseknek járó elismerést. Vers és próza kategóriában Bagdi Emese, a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolából végzett az élen, Vesztergom Éva, Csak azért is kisgyerek című művének előadásával. Az ötödik kategória, ahol nem beszélhettünk valódi versengésről, lévén, hogy mindössze egy induló nevezett, a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Csipkebogyó színjátszó csoportjának SMS-ék, avagy telefontos dolgaink című műsorát láthatták a gyerekek, mely hangos sikert és tapsot aratott.